Mint már arról korábban beszámoltunk, lezuhant egy vitorlázó légijármű a Súrjányi magánrepülőtéren, repülőgépen tartózkodó két férfi súlyosan megsérült, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. A Súrjány külterületén lévő magánrepülőtéren szállt fel egy motoros vitorlázó légijármű, amikor a felszállás után nem sokkal eddig ismeretlen okból lezuhant. A gépben egy 58 éves török szentmiklósi és egy 50 éves szolnoki férfi tartózkodott, akik a földbe csapódás következtében elsődleges orvosszakértői vélemény szerint súlyosan megsérültek. Mindkét férfit a kimentésüket követően kórházba szállították. Az ügyben a török szentmiklósi rendőrkapitányság légi közlekedés veszélyeztetése bűncselekmény miatt indított eljárást.